Tisztelt ünneplő kispestiek! Megemlékezések alkalmával mi itt Magyarországon gyakran idézzük fel a múlt hányattatásait. Balsors, akit régen tép, megbűnhődte már a nép, énekeltük az imént is közösen Kölcsey Ferenc himnuszának idén 200 éves sorait. Nemzeti ünnepeinkben is tetten érhető ez a vonulat, hiszen minden március 15-e felett ott lebeg október 6-a, október 23-a felett pedig november 4-e kísértete. Van tehát alapja, hogy a magyar emberek történelem szemlélete általában pesszimista. Viszont ez a hányattatott sors teremtett történelmünkben számtalan olyan időszakot, amelyekre büszkén tekinthetünk vissza, követendő példaként példát állítanak a számunkra, és amelyek helytállásra buzdítanak a legnehezebb pillanatokban is. Ilyen időszak többek között az államalapítás korszaka is. Az ekkor lejátszódó folyamatok István király sorsfordító döntése, hogy a nyugati keresztény Európa részévé tette nemzetünket, végleg eldöntötte sorsunkat. A döntés helyessége pedig bebizonyosodott, hiszen nem vesztünk el a történelem homályában, és az évszázadok viharait kiállva, minden ez ellen ható szándék ellenére méltó módon tartozunk még ma is az európai népek nagy családjához. Nem véletlen tehát, hogy a mai nap, Szent István királyunk napja, történelmünk legrégebbi hagyományokra visszatekintő ünnepe, egyben a független keresztény magyar államalapítás, a magyar állam ezer éves folytonosságának emléknapja. Gyökerei a 11. századra nyúlnak vissza, mikor 1083. augusztus 20-án Szent László király 7. pápa engedélyével, 7. Gergely pápa engedélyével, a magyar püspökök, apátok és előkelők jelenlétében első István király ezüstládába zárt erekjéit a székesfehérvári bazilika oltárára emelte, ami István király szentélyavatását jelentette. Ezzel államalapító királyunk a szentek sorába emelkedett. Már a középkorban erősen élt a Szent István kultusz, azonban az augusztus 20-a ünnep kiterjedése Mária Terézia korához kötődik. 1771-ben uralkodói közbenjárással mai Dubrovnikból Budára került a Szent Jobb erekje. A királynő pedig ezzel összefüggésben engedélyezte annak évenkénti bemutatását, és nemzeti ünnepnek minősítette augusztus 20-át. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves kispestiek! Az államalapítás ünnepe lehetőséget ad számunkra a számvetésre és a méltó megemlékezésre. Az államalapító Szent István király példája arra ösztönöz bennünket, hogy felelősségteljesen és tudatosan alakítsuk a jövőnket. Legyünk méltó örökösei azoknak az értékeknek, amelyeket ő hagyott ránk, és építsük tovább Magyarországot erős, összetartó és virágzó európai nemzetként. Engedjük meg, hogy az államalapítás ünnepe erősítse bennünk a hazaszeretet, a közösségért való felelősség, és az elkötelezettségünket a Szent Istváni örökséget megtartó jövőnk iránt. Hisszük, hogy minden egyes magyar embernek van szerepe abban, hogy Magyarország a továbbiakban is előre haladjon az István király által kijelölt úton, és megőrizze az államalapító által kivívott méltó helyet az európai nemzetek közösségében. Az elmúlt évtizedekben a kötelékek erősebbek lettek, amelyek összekapcsolnak minket a kontinens demokratikus nemzeteivel, és nem szabad, hogy ezek a kötelékek felbomoljanak, hiszen a vallás mellett ezek is segítették a magyarság megmaradását a Kárpát-medencében. István korában kereszténynek lenni egyszerre jelentette azt is, hogy európainak lenni. Hiszen akkoriban a keresztény népek közössége, a Respublika Christiana egyet jelentett az európai népek közösségével, az István szentélyavatását engedélyező 7. Gergely pápa olvasatában is. Szent István örökségének folytatása tehát egyet jelent a kereszténység mellett az európai értékek
és az európai közösséggel történő azonosulással. A kettő egymástól el nem választható. Az államalapítás ezen ezer éves szellemi öröksége az, ami segítette a magyarság eddigi megmaradását, és segíteni fogja a 21. században is, hogy továbbra is elmondhassuk azt, amit ünnepségünk végén felcsendülő szózatban írt Vörös Marti Mihály, és annyi balszerencse közt, oly sok viszály után, megfogyva bár, de törve nem, él nemzete hazán. Köszönöm figyelmet!